Szerintem semmi probléma nem volt azzal, hogy utaztunk. Volt egy tök jobb pörgős bemelegítésünk. Aztán edzést is elég jól kezdtük, szerintem volt ott is tök jó bemelegítő feladatunk, aztán rámentünk egy kicsit az előny-hátrány feladatokra. Szerintem jó edzés volt. Én úgy gondolom, hogy mindenki beletett minden tőle telhetőt. Kezdünk összeérni szerintem egy csapattá, jó irányba haladunk a világbajnokság felé, úgyhogy szerintem minden rendben lesz. És hát holnap megkezdődik is a torna itt Pozsonyban, az első ellenfél a francia válogatott lesz. Ugye róluk elég sok friss élményetek van. Mit vársz a holnapi meccsről és úgy egész évben a tornától? Én egy jó kis tornára számítok, ugye ismerjük a franciák játékát így első meccsre, szerintem, hogyha mindenki beletesz minden tőle telhetőt, akkor minden rendben lesz a meccsen. És hát a horvát család másik válogatott tagja pedig a Tüskecsarnokban lesz érdekelt az olimpiai selejtezőn. Mit üzensz testvérednek, Milánnak és az egész férfi válogatottnak? Szurkolunk természetesen nekik, azt kívánjuk, hogy sikerüljön az álmuk, és majd ha lesz lehetőségünk, mindenféleképpen nézzük innen Szlovákiából őket.